Éves értékelő és feladatszabó értekezletet tartott Koron Ferenc altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka Székesfehérváron, az Alba Régi Alaktanya rendezvénytermében. Az eseményen részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter is. Az altábornagy a megjelent önkormányzati és társfegyveres szervezetek vezetőihez szólva úgy fogalmazott, számos kapcsolódási pontjuk van, és az erőfeszítéseiken túl néha a nehézségeik is azonosak. Azzal, hogy együtt látjuk és elemezzük a megtett és megteendő feladatokat, véleményem szerint még szorosabbá fűzhető az együttműködés és még gördülékenyebbé válik a közös munka. Az értekezleten, amelyen részt vett a tárca és a Magyar Honvédség parancsnokságának vezetőállománya is, Koron Ferenc altábornagy összegezte a szakágak és az alárendelt alakulatok tavalyi eredményeit, ezt követően meghatározta részükre a 2020-as feladatokat. A megalakítás óta a Magyar Honvédség parancsnokság elérte azt a működő készséget, amellyel tudja vezetni az alárendelteket, ezáltal tudja biztosítani Magyarország függetlenségét, a magyar emberek biztonságát. Ez az alaprendeltetésbe adódó feladat, amely a Magyar Honvédség feladata. Sikeresen tudtuk abszolválni azokat a megkezdett képességfejlesztéseket, amelyeket a korábbi években elindítottunk, és hát 2020-ra vonatkozóan pedig meghatároztam azokat a képességeket, amelyeknek fejlesztését tovább kell folytatni. Emellett ugyanazon az ambíció szinten folytatnunk kell a műveleti szerepvállalásainkat külföldön, a NATO, EU, ENSZ és egyéb szervezetek kötelékében. Folytatnunk kell a Magyar Honvédség transformációját, hogy 2030-ra odaérjen ez a Magyar Honvédség, hogy annak az elvárásnak, miszerint legyen a régió egyik legütőképesebb hadereje, megfeleljen. Benkő Tibor honvédelmi miniszter szólt a Magyar Honvédség parancsnokságának munkájáról, és felhívta a figyelmet a honvédelmi és haderőfejlesztési program által nyújtott lehetőségekre. A meghatározott feladatokat a parancsnokság, a katonai szervezetek, a katonák eredményesen végrehajtották. Feladat, amit meghatároztunk, nem maradt el. Minőségét tekintve az értékelésből kiderült, hogy a katonai szervezetek különböző minősítő gyakorlatokon, vizsgákon vettek részt. Ezek kiváló eredmények, nemzetközi szintéren is jó úton halad a Magyar Honvédség parancsnoksága, és rendkívül sok feladat áll még előtte. Tehát a 2020-ra meghatározott feladatok egyértelműen mutatják, hogy tovább kell lépnünk, tovább akarunk lépni, és megvalósítani azt a honvédelmi és haderőfejlesztési programot, amit célul tűztünk ki, amelynek a végső célja nem más, mint Magyarország, a magyar emberek békéjének, biztonságának a garantálása és szavatolása.